A magyar mezőgazdaság jelenlegi helyzetében mit gondol, hogy a most látott technikák milyen mértékben nyújthatnak megoldást? A most látott technikákat úgy kell értékelni, hogy hogyan tudják teljesíteni, amire a hazai talajoknak és gazdálkodóknak szüksége van, tehát kíméli a vizet. Ha ezeket a technikákat megnézzük és a munkákat, azt mondjuk, hogy igen. Második, kíméli a szerves anyagot és a szenet. Nagyon szépen látszik a felszínen, hogy nem vízvesztő, ráadásul kevésbé lélegzik a talaj, tehát nem is szénvesztő, tehát ebből a szempontból is alkalmas. Arról nagy kérdés, mert hát nagyon sok elporosodott, rossz szerkezetű talaj van, hogy kíméli a talaj szerkezetet. Megfogtuk nagyon sok gazdával ezeket a talajokat, nagyon szép morzsás, és a gépek munkája után is, tehát mondhatjuk így, hogy morzsakímélő. És a következő nagy kérdés, mert a klíma keményen megváltozott, az, hogy ezekkel a technikákkal lehetett csökkenteni a klímakárokat. Ha ezek a gépek nem csinálnak olyat, ami nehezíti a vízfelvételt, akkor legalább csak egy jó dolog legyen, akkor alkalmasak. Tehát ilyen szempontból is alkalmasnak lehet őket mondani. Mit javasol a gazdáknak, melyek azok a legégetőbb feladatok, amelyeket el kell végezniük a közeljövőben? Aratás után vagyunk, tarlóművelés ideje, nagyon sok helyen nincs tarlóhántás, és nagyon sok helyen ott vannak még a szalmarendek. Feltehetően a gazda eladta talán égetőműnek, nagy hiba. Tehát amit úgy főlépésenként fel lehetne sorolni, sekély tarlóművelés, mulcshagyással megtartani a szerves anyagot, a műveléssel kímélni a talaj szerves anyagát és szenét, minél kevesebb vizet párologtasson és minél kevesebb széndioxidot lélegezzen a levegőbe, és ezzel alapozzuk meg, hogy ősszel majd lehető legjobb alapozó művelési módszert alkalmazza. Tehát a tarló az egy nagyon fontos kulcskérdés.